Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Mai napon Sanyi barátommal ellátogattunk Pilisvörösvárra, azon belül a cigányhorgásztóra. Ha érdekel a mai videónk, akkor kérlek tartsatok velünk! Na most az fog következni srácok, ami általában ilyenkor szokott, be fogunk etetni. Sanyi? Átmész a túloldalra, beletetsz, vállalod ezt a... Vállalom ezt a részét a... Ez az, legalább nem nekem kell, a jó büdös kukoricát hoztam megint. Már tegnap este beletettünk Sanyival, este 8-kor lejöttünk, így annyival előnybe vagyunk. Hát, hogyha az amúrok már ide tévedtek. Hát nagyon remélem, mert a mai célhalom az pont az amúr lesz. Hát arra kíváncsi leszek. Hát én is, mert múltkor pont akasztottam egyet, tehát nem sikerült kijönni a partra neki. Igen, azt elmondhatjuk, hogy te két napja folyamatosan lent vagy ezen a horgászálláson, és mennyi pontot fogtál? Hát a két nap alatt fogtunk 35 darab pontot, azt ilyen 3 kilótól 4,5 kilót és 2-5 kiló plusztos is jött. Na, pontosan ezért jöttem le, mert otthon voltam, amikor a Sanyi küldözgette nekem a képeket, és fölhívott, hogy figyelj, már nincs kedved lejönni pecázni hétvégén, mert nagyon megy a hal. Így a tegnapi este gyorsan lejöttünk beeltetni, és akkor ma megpróbálunk elcsípni pár halat ezekből a pontyokból, illetve a múrokból, meglátjuk mi lesz. Na jó, kezdjük az etetést! A mai nap nagyon minimális felszerelést hoztunk magunkkal, egy-egy bottal fogunk horgászni, ugyanis nagyon kicsi itt a hely. Én hoztam egy féderbotot, Sanyi, te milyen botot hoztál? Én egy boilis botot hoztam. Boilizni fogsz, vagy pedig mivel fogsz csalizni? Fokhajmás kukoricával fogok csalizni. Úgy gondolod, hogy ide kell az az erősségű bot, amit hoztál, nem tudja, boilis? Úgy érzem, hogy kell, mert eléggé mennek itt a halak, erősek. Itt telepítés volt amúgy? Vagy? Igen, a héten volt telepítés. De ilyen, de 3-4 kiló, mekkorákat telepítettek? Mert elég nagy halat. 3 kilótól hoztak 4,5 kilóig. Ja, értem. Nagyon klassz. Én a metód technikát fogom ma előnyben részesíteni. Erre a célra elhoztam a kárdomos brékkárt féderbotomat, 360-as méretben, úgy gondolom, hogy ennél nem is kell nagyobb. Mint mondtam, a mai nap peca. Igazán rapid lesz, itt tényleg csak a legfontosabb dolgokat hoztam magammal. Hoztam kukoricát, hoztam különféle pop-upokat, vaktárszeket, amikben bízok, amik már bizonyították fogosságukat. A ládámról elhoztam 2 dobozt, ebben benne vannak fontosak, stopperek, ilyenek, bár a stoppert ma nem fogom használni. Ezt azért hoztam magammal, mert ez egy tök jó kis mérce a vízhez, hogyha be akarom lezsasítani, vagy be akarom keverni az etetőkaját, és ilyen rakit kosarat hoztam magammal, ilyen erős gubancgátló csővel. Hoztam magam a szájfertőtlenítőt, illetve a tavalyiakból tanulva vásároltam ilyen golyót, hogyha a nyárfa tönkre akarná tenni a horgászatunkat. Etetőkaját előre bekevertem tegnap este. Erre mostában kezdek szépen rászokni, ugyanis tényleg sokkal jobban fejti ki hatását másnap. Ma még egyszer át fogom ezt rostálni. Ez egy ilyen pörkölt ízesítésű, ilyen elég látványos kaja, ilyen metódkaja. Vannak benne nagyobb pellet szemek, illetve különféle nehéz morzsák. Én ezt már használtam többször ezt a kaját, én nagyon szeretem. Gyorsan lerostálom, és mehet bele a kosárba. Sokan kiszoktak nevetni, csak sikerül elmondanom. Lerőgj! Ez milyen kaja? Ez egy amúr mixes etetőanyag, és pluszba tettem még hozzá a kukoricát. Elég látványos kaja. Azért szoktam beletenni, hogy csinálják a kukoricát, mert csak hiányzik belőle a kosárból, akkor én mikor ide tettem volna hozzá. Ja, értem. Elsősorban ezt a kukoricás pop-upot fogom használni, ez szántan is nagyon jól működött.
Na, Sanyinak sikerült megakasztani egy halat. Hogy érzed, Sanyi, mi lesz? Ponty. Na, nagyon rázza a fejét. Csak pont arra megy, ahol most bedobtál. Kitekerjem? Nem kell, hát fog szerintem fölötte menni. Kapásom van. Megvan ez is. Igen? Ez sem lesz sokkal nagyobb, mint a tiéd, Sanyi. Milyen kis vehemény. Az első vörös vári. Pontyunk. Az már szép. Na, srácok, megvan az első pirisvörös vári pontyunk. Gyorsan visszaengedjük őket. Egy jó hosszú idő elteltével Sanyi újra halat akasztott. Forgass ki, ne hagyd, hogy bemenjen. Hol megy feléd? Nem hiszem, hogy összeszedsz, mert én középre vagyok bedobva. Milyen csalira? Kétszer nem fog hagy másik korica. Hálás volt. Nagyon. Elég sok idő eltelt a reggeli két ponty óta. Sanyi ezzel a pontja szépen szépített. Nagyjából én már mindennel próbálkoztam halat fogni. Az összes csalimmal, illetve csali kombinációval, különböző végszerelékekkel. De hát sajnos nekem még nem nagyon sikerült halat a horog közelébe csalni. Előbb a Sanyinek onnan sikerült pontyot fogni, ahonnan én előbb kihúztam a potomat és átdobtam máshova a végszerelékemet. És még azon viccelődtünk, hogy figyeld meg, innen fogok majd halat fogni, és közben tényleg így sikerült. Azt hittem, hogy sokkal pörgősebb lesz ez a pecak. Nyilván nem a tóval van a baj, hanem azzal, hogy 3-4 napja, mióta telepítés volt, azért eléggé nyomás alá van helyezve ez a tó. Így egyáltalán nem lepődök meg azon, hogy nem igazán eszik a hal. Tényleg, Sanyi, neked mire jött a előbb a ponty? 200 fok hagymás koricára, amit reggel is említettem. Én valahogy nem távítok ebből a csalitól. Igen, neked ez nagyon bevált. Igen, egy nagyon jó erős hívata van, fok hagymás. De ez már nem mai darab. Nem. A dobozán lehet látni, ez már nem mai darab. De és viszont nagyon jól működik itt. Azt vettem észre. Nagyjából két óra múlva megyek, azért nem tudok sajnos végigmaradni a Sanyival. No, skacok, mint láthatjátok,
elkészült az új póló. Ide előre itt van a logó. Nem Sanyi Fishing, hanem Norbis Fishing. Hátulra meg ilyen betűtípussal került a Norbis Fishing felirat. Mint megígértem, ha meg lesz az 500 feliratkozó, akkor 2 ilyen pólót fogok majd kisorsolni köztetek. Ez az, Sanyi, ne hagyd magad. Látom. Ez a videó, Sanyi, csak rólad fog szólni. Megpróbálsz szépíteni az előző halvesztésed után? Megpróbálok. Helyes. Hogy érzed, mi lesz, egy jó keszeg, vagy kárász, vagy talán törpe harcsa? Hát figyelj, legalább a szám hagyjáron, ha már halat nem tudok fogni. Valahogy ez nem az énbe fog. Na, skacok, a mai napi horgászat is véget ért. Sanyi szépen elvittem a prímet, ugyanis ő fogta a legtöbb pontyot. Egy kicsit sem bánom, jól éreztem magammal, és köszönöm szépen, hogy elhívtál ide horgászni. Nagyon és remélem, szépen, hogy fogunk még együtt horgászni hát a jövőben. Én remélem úgy, hogy számítok rá, hogy még kérünk egy párszor. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót is. Jók lehetek, és vigyázzatok magatokra. Jó egészséget kívánok mindenkinek.